Hallottál már arról az esetről, amikor egy öreg néni, aki nem teljesen értette, hogyan működik a mikró, kitalálta, hogy abban fogja megszárítani a macskáját, de a macska ebben nyilván belehalt, úgyhogy a néni beperelte a mikrogyártó céget, és azóta kötelesek a mikrogyártók rárakni a dobozok oldalára, hogy ne szárítsd benne a kisállatot. Vagy hallottad annak a nőnek a sztoriát, aki vett egy kávét a Mekiben, leöntötte magát, és utána ezért még ő perelte be a McDonald's-ot, és milliós kártérítéseket kapott. Ha csak felmerülnek hasonló esetek, vagy mondjuk csak szóba jön a mikró, akkor tuti, hogy lesz valaki, aki felhozza ezt a sztorit, és sokan bólogatnak, hogy igen, igen, én is hallottam már. Sőt, nemrégiben olvastam egy Telex cikket, ahol Teslákkal kapcsolatos balesetekre írták azt a meghatározást, hogy macska a mikróban típusú baleset, nyilvánvalóan olyan esetekre utalva, amikor valaki nem rendeltetésszerűen használ egy eszközt, mert félreérti annak működését. Egész egyszerűen kiírthatatlan a közbeszédből ez a macska a mikróban esett meg még egy csomó más ilyen legendás pereskedés. Pedig az egészből egy szó sem igaz. Sőt, ha visszakövetjük a mikrós macska esetét, akkor valójában létezik még régi orosz tanmese, ahol az anyuka véletlenül a gyerekét forralja fel egy fatüzeléses tűzhelyen. Sziasztok, én Dani vagyok, és ez itt a Lit, ma pedig a Netlegendák következő epizódjában az Unibet támogatásával megpróbáljuk felgöngyölíteni, mi igaz ebből az egészből, és mit nem. A játékos időnek vége. A legtöbben ezeket a sztorikat vélhetőleg egy ismerőstől, kollégától, rokontól hallották egy munkahelyi ebéden, házi buliban vagy hasonló helyen. És hogyha a sztorik eredetét próbáljuk meg visszakövetni, akkor eljutunk egy körlevélhez, ami az internet hőskorában terjedt. Ez a körimél gyakorlatilag arról szól, hogy Amerika teljesen megőrült, már minden hülyeség miatt pereskednek, a sok hülye bíró meg a hülye esküdtség pedig oda is ítéli a milliós kártérítési kifizetéseket ezeknek az idiótáknak. A Darwin-díj mintájára Stella díjjal szokták jutalmazni ezeket az eseteket, ami a nevét Stella Liebeckről kapta, aki a főszereplőjének a híres leöntötte magát forró kávéval és beperelte a Mekit több millió dollárra esetnek, úgyhogy kezdjük is ezzel. A sztorit az ilyen körimélek meg vicceskedő cikkek jellemzően leegyszerűsítve úgy mesélik el, hogy Stella Liebeck vásárolt egy forró kávét a McDonald's-ban, és aztán leöntötte magát vele, és erre beperelte a McDonald's-ot. A sztori pikantériája, hogy a drive-thru-ban vette a kávét, az anyósülésen ült, a combjai közé vette a poharat, és útközben próbált cukrot tenni bele, ekkor ömlött ki a kávé, és utána ezért az egészért a McDonald's-ot hibáztatta és több millió dollárra perelte őket, amit a bíró és az esküdtek oda is ítéltek neki. Hát milyen hülyék ezek az amerikaiak, hogy mindig mást hibáztatnak a saját hülyeségük miatt. Hát most vette a kávét, hát persze, hogy forró, miért veszi az ölébe? Hát ő öntötte le, hát ez az ő hibája. És hogyha meg így végig elemezzük az infókat, ez amúgy egy igazi eset, akkor azért rájövünk, hogy ennél egy kicsit árnyaltabb a kép. Kezdjük ott, hogy nem arról volt szó, hogy leöntötte magát forró kávéval, és ez kellemetlen volt. A kávé 90 fokos volt, és harmadfokú égési sérüléseket szerzett a bőre 6%-án, olyannyira, hogy bőrátültetésre volt szüksége, ami egy elég komoly műtét. Nagyon komoly kórházi költségei voltak, és ezt a kezelést akarta kifizettetni a McDonald's-al, hiszen semmi nem indokolja, hogy ismétlem 90 fokos kávét szolgáljanak fel. És most nem a derékszögről beszélek, hanem Celsiusról. A legtöbb ilyen elviteles kávézó olyan 55-60 fokon szolgálja fel a kávét, és csak összehasonlításképpen ez is elég forró ahhoz, hogyha megpróbálsz belőle egyből inni, akkor egy kicsit úgy megégeti a szádat. A 90 fokos folyadék az konkrétan 2-3 másodpercen belül harmadfokú égési sérüléseket tud okozni. A McDonald's magyarázata a hőmérsékletre az, hogy ugye legtöbben ezeket a kávékat a drive-thru-ban veszik, munkába menet, és hogyha ilyen forrón szolgálják fel, akkor a kávé még meleg marad, mire bejelnek az irodába és elkezdik inni. Ennek amúgy valóban van némi létjogosultsága, ám erről az irreálisan durva hőmérsékletről nem figyelmeztetnek se nem szóban, se nem írják rá a pohárra. És hogyha valaki ad neked egy ilyen hőálló pohárban egy kávét, és te mondjuk nem tudod, hogy feltételezik róla, hogy te ezt majd egy fél óra vagy óra múlva akarod meginni a munkahelyeden, akkor feltételezed, hogy ez egy ilyen kb. Iható hőmérsékletű folyadék lesz,
nem pedig egy olyan, amit, hogyha véletlenül magadra öntesz, akkor napokat töltesz a kórházban, és még műtétre is szükséged lesz. Szóval Stella ezzel a felindulással perelte be a McDonald's-ot, és eredetileg még ilyen 20 000 dollárban akart velük kiegyezni, peren kívül, ám ezt a cég elutasította. Stella ekkor akadt ki, és vitte tovább a pert. És végül az odaítélt milliós kártérítés az összesen 640 000 dollár volt. Ami valóban soknak tűnik, de azért számoljuk bele, hogy ez Amerika, az amerikai egészségügyi rendszer, és egy olyan szintű bőrátültetés, amire Stellának szüksége volt, kapásból ilyen 200-300 000 dollárba kerül. És igen, gyakori vád az, hogy miért hibáztatja ezért teljesen a McDonald's-ot, hiszen valamennyire azért ő is felelős a sztoriban, hiszen tényleg nem egy okos dolog egy járó autóban az öletbe venni a kávét és ott önteni bele a cukrot. És valóban a bíróság és az esküdtszék ezt figyelembe is vette, és az eredeti kártérítési összeget 20%-kal csökkentették, mivel úgy ítélték meg, hogy az esetért 20%-ban Stella volt a felelős. Szóval, ha ténylegesen végigvesszük ennek az esetnek a részleteit, akkor már korán sem annyira őrült perről van szó. Sokkal inkább arról van szó, hogy egy cég felelőtlensége valakinek brutális egészségügyi számlát okozott, és szerette volna, hogyha ezt valamilyen szinten helyrehozzák. És aztán ez az eredeti körimél a valódi Stella sztori után folytatódik egy csomó teljesen kamu kitalált jogi esettel. Például azzal az anyukával, aki egy bútorboltban megbotlik egy kisgyerekben, 80 000 dollárra bepereli a bútorbolt tulajdonosait, hogy aztán végül kiderüljön, hogy a kisgyerek, akiben megbotlott, az a saját fia volt. Vagy mondjuk a 19 éves Carl Truman, aki 74 000 dollárra plusz kórházi költségekre perelte a szomszédját, miután az áthajtott a kezén az autójával. Igen ám, de a komisz kis Carl éppen a dísztárcsát akarta lelopni. És nem is akarom az összeset felsorolni, mert amúgy én sem akarom terjeszteni ezeket a hülyeségeket, mert ezek nem igazak, de még egy utolsót ide akarok hozni, mert tudom, hogy ezt nagyon sokan terjesztik, hogy igaz, szóval álljon itt ebben a videóban az is, hogy ez is hülyeség. Mégpedig annak az oklahomai Merv Grazinskinek a sztoria, aki vásárolt egy új lakókocsit, kiment vele a sivatagban hosszú egyenes útra, beállította a tempomatot, és azt gondolván, hogy innentől ez vezeti az autót, hátrament a lakókocsiba, hogy főzzön magának egy teát. Nyilván az autó a tempomattal csak a sebességet rögzíti, nem pedig az irányt, úgyhogy lesodródott az útról és balesete volt. Merv beperelte a lakókocsit gyártó céget, akik innentől kezdve részletesebb használati utasítást kellett adjanak a lakókocsihoz, nehogy más is kitaláljon ilyen hülyeséget. És mondom, a körimél amúgy egészen pontosan helyszíneket, neveket sorol fel, tehát rá lehet keresni az esetekre, és bárhogy próbálod kideríteni ezeknek az alapját, egyfolytában vagy olyan cikkeket találsz, amik ezt a körimélt másolják be, vagy olyan cikkeket, amik elmagyarázzák, hogy nem léteznek, mert ezeket az eseteket tényleg nem lehet megtalálni sehol. Pont az a cél, hogyha olvasod ezeket a sztorikat, akkor egyfelől nevetsz, tehát szórakoztatnak egy kicsit, de ugyanakkor meg felháborodsz azon, hogy micsoda jogi túlkapások ezek, és hogy a hülye emberek, akik beperelik a cégeket, meg a hülye esküdtek, akik utána odaítélik a kártérítést, hát senki nem fogja megvédeni ezeket a szegény cégeket attól, hogy ilyen jött-ment idióták lehúzzák őket több 10 000-100 000 dollárokkal. És hogyha ezen a gondolatmeneten egy kicsit tovább megyünk, akkor nem olyan nehéz kitalálni, hogy vajon milyen céllal jött létre ez a körimél. Nyilván most egy kicsit összeesküvés elmélet teóriába megyünk el, ezt tudom, de nem én vagyok az első, aki felveti annak a gondolatát, hogy ezt a körimélt elég nagy eséllyel írhatta valami olyan lobby szervezet, aki a kártérítési pereljárás reformját akarta szorgalmazni. A biztosító cégek azért hát nem olyan meglepő gondolat az, hogy szeretnének minél kevesebbet fizetni a biztosítottaiknak, és hát ugyanígy a mindenféle gyártó cégek is örülnének, hogyha limitálva lenne, hogy mennyit kell kifizetniük kártérítésekért, vagy mondjuk nehezebb lenne a fogyasztóknak kártérítési pereket indítaniuk. És akkor, hogyha egy politikus a zászlajára tűzi ezt a célt, akkor azzal igencsak pénzes támogatókat szerezhet magának. És aztán, hogyha egy beszédben felhozza ezeket a jogi eseteket, és ezekrel példálózik, hogy ezért kell megreformálni a törvényeket, akkor pedig a választópolgár bólogat, hiszen olvasta már ő is valahol ezeket a sztorikat. Na de, most, hogy már áttárgyaltuk Stella Liebeck esetét és a hozzá hasonló kamu pereket, meg hogy valószínűleg miért jöhettek létre, térjünk át az egyik leghíresebb ilyen ügyre, ami miatt valószínűleg a legtöbben ide találtatok ehhez a videóhoz, a macska a mikróban esetéhez. Az eredeti interneten terjedő verziót igazából nehéz megtalálni,
hiszen annyi formában és annyi módon terjedt szájhagyomány, újságcikkek, levelek útján, hogy rengeteg verziója létezik a sztorinak. De hogyha megpróbáljuk ezekben a verziókban a közös elemeket összemosni, akkor valahogy nagyjából így néz ki a sztori. Az ott egy idős néni, akinek van egy kis állata, aki egyes verziókban egy kiskutya, másikban pedig egy macska. Magyarországon inkább a macskával terjedt el. Na most, ez a kis állat vizes lesz, és az öreg néni mindig nagyon fél ilyenkor, hogy kihűl és hogy meg fog fázni. Úgyhogy ilyenkor beszokta rakni a kis elektromos sütőjébe, amit nagyon-nagyon-nagyon alacsony fokozatra állít, hogy itt megszáradjon és felmelegedjen. Igen ám, de ez az elektromos sütő elromlott, a gyerekei pedig egy mikrohullámú sütőt vettek neki helyette. Az öreg néni feltételezi, hogy ebben is ugyanúgy meg tudja majd szárítani a kis állatát, berakja a megfelelő fokozatra, megfelelő időre, rácsukja az ajtót és ott hagyja. A kis állat a mikrohullámú sugarak hatására nyilvánvalóan piff, felrobban. És a sztorihoz még hozzátartozik az is, hogy ezért kell ráírni a mikrókra azt, hogy ne szárítsd benne a kis állatodat. Na most, adnék nektek egy kis interaktív feladatot. Arra kérlek, hogy nézzétek meg, hogy pontosan milyen típusú mikrót használtok. Keresétek ki ennek a használati utasítását, akár ugye jött hozzá egy füzet és azt meg tudjátok nézni, de ha ez már nincs meg, akkor írjátok be a pontos típust a Google-be, írjátok utána egy PDF, és ez mindig bárhonnan letölthető. Na most, ebben a használati utasításban keresétek meg a fontos biztonsági előírások, vagy figyelmeztetések, vagy hasonló című részt, és ezt olvassátok el alaposan. Megvan? Találtál olyat, hogy ne szárítsd meg benne a kis állatodat? Mert én nekiültem szúrópróbaszerűen egy rakás márka mikrohullámú sütőjének a használati utasítását elolvastam, és sehol semmi utalást nem találtam erre az egészre. De oké, hallom, amit mondasz, ez egy amerikai sztori, lehet, hogy csak Amerikában kell ráírni. Hát elárulom, amerikai gyártmányú mikróknak a használati utasítását is elolvastam, és abban sem találtam hasonlót. Ha esetleg valamelyikőtök valami véletlen folytán mégis talált ilyet, akkor amúgy kérem, hogy a kommentbe dobjátok be a mikrótok pontos típusát, aminek a használati utasításában ilyet találtok, és ellenőrizzük. Lényeg a lényeg. Ilyen instrukció nem szerepel a mikrohullámú sütőben, szerepel egy csomó minden más. Ott van például, hogy ne melegíts benne szivacsokat, meg nedves rongyokat, mert lángra gyulladhatnak, vagy hogy ne melegíts benne tojást, mert az tényleg felrobbanhat a mikróban. Sőt, még olyan is van egy csomó mikrónak a használati utasításában, hogyha bébi ételt melegítesz benne, akkor jól kevert fel, mert az egyenetlen melegítés megégetheti a baba száját. Tehát még erre is figyelnek, de macskáról, kisállatokról szó sincs. Mégis. Hogyha odamész az emberekhez és megkérdezed tőlük, látatlan van anélkül, hogy ott lenne előttük a használati utasítás, szerepele benne, hogy ne melegíts benne a macskát, akkor így emlékeznek. Igaz. Nem is. Én azt mondanám, hogy igaz. Igaz. Ez igaz. Hangos. Szerepel. Többen még emlékeztek is kifejezetten erre a sztorira, ami elterjedt róla. És oké, ezt a használati utasításos részét könnyű ellenőrizni a sztorinak, hiszen ez nem létezik. De ha megpróbáljuk kideríteni, hogy ki volt az a néni, aki szegény kis cirmikét vagy bubikát megsütötte a mikrójában, akkor valójában nem találunk ilyen eseteket. Igen, találni fogunk olyan eseteket, amikor valaki berakta a macskáját a mikróba és az meghalt. Viszont ezek a sztorik már jóval modernebbek, és hát sajnos olyan emberekről van szó, akik pontosan tudták, hogy mi fog történni, és direkt, kegyetlen céllal csinálták ezt a macskájukkal. Ez borzasztó dolog, hogy ilyen történt, de hogy ezek szándékos állatkínzók voltak, nem pedig egy szerencsétlen néni, aki nem tudta, hogyan működik a dolog. Arról nem is beszélve, hogy ezek az esetek, mondom, jóval modernebbek, és 2000-es évek utániak, ez a sztori meg kb. A 80-as évek óta terjed. Viszont, hogyha még messzebbre megpróbálunk visszamenni, akkor megtalálhatjuk kicsit más verzióit ugyanennek a történetnek. Van egy sztori a 40-es évekből, ahol egy fatüzeléses kemencébe szökik be egy kismacska, úgyhogy senki nem veszi észre, rácsukják az ajtót, és csak később a kihűlt kemencében találja meg az öreg néni a macska maradványait. Vagy van még messzebbről egy sztori, egy orosz ilyen legenda, vagy népmese, vagy tanmese, ahol egy anyuka mindig egy fémkádban fürdeti a gyerekét. A fémkádat rárakja a tűzhelyre, az eloltott tűzhelyre, ugye ekkoriban még inkább egy ilyen benti grillt kell elképzelni, és utána kimegy pletykálni a szomszédokkal. A beszélgetés hosszúra nyúlik, és a nyitott ablakon a húzat felébreszti a parazsat a tűzhelyen, és azt hiszem nem kell befejeznem a sztorit, hogy anyuka visszatérve mit talál a kádban. De ha nem a múltban, hanem a macska mikróval párhuzamos időben keresünk történeteket, akkor a Snopes-nak van egy egész hosszú gyűjtése nagyon hasonló sztorikról, ugyanebben az időben. Például a telefoncég szerelő
munkásának a sztoria, aki rendszeresen a nagy mikrohullámú antennák mellett melegedett a hideg időkben. Kitalálja, hogy karácsonykor fog egy rekesz sört, egy kertiszéket, és leül az antenna mellé, és a nagy hidegben majd ott fel fog melegedni. És hiába figyelmeztetik őt, hogy a karácsonyi megnövekedett telefonforgalom miatt magasabbra kapcsolják majd a mikrohullámú antennát, ő ezeket ignorálja, leül, és aztán amikor ténylegesen felizzanak a vonalak, akkor szerencsétlen megsül az antenna előtt. Vagy ott van a sztori a mennyasszonyról, aki az esküvője előtt szépen le akart volna barnulni, hogy jó kontrasztos legyen a fehér ruhájával. Ám sokáig halogatta a dolgot, és egy héttel az esküvő előtt kezdett volna el szoláriumozni, és sajnos ekkor ugye a szolárium dolgozói elmagyarázták neki, hogy nulláról csak nagyon lassan szabad elindulni, és nagyon keveset szabad beülni ezekbe a szoli gépekbe. Ő viszont kitalálja, hogy ez nem érdekli, körbejár a városban, és az összes szolárium szalomba beül, hogy a minimum időre beülhessen. Szépen le is barnul az esküvőjére, ám még a NASZ úton rosszul lesz, kórházba kerül, és rövid úton elhalálozik. A boncolás során kiderül, hogy a belső szervei megfőttek a sok szoláriumtól. Másik hasonló történetben a szülők egy hippi tinédzserre bízzák a babájukat, míg ők színházba mennek. Az előadás szünetében felhívják, hogy minden rendben van-e, a lány pedig azt mondja, hogy igen, minden oké, berakta a pulykát a sütőbe. A szülők elkezdenek aggódni, mert nem hagytak otthon pulykát, ezért inkább hazamennek, és otthon azt találják, hogy a lány szét LSD-zve vagy füvezve a sztori más verzióiban berakta a babát a sütőbe. Látszólag nagyon különbözőek ezek a történetek, de azért, hogyha jobban mögé nézünk, akkor felfedezhetünk bennük valami hasonlóságot, mert nyilván azon túl is, hogy amúgy ezek csak városi legendák, és semmi sem igaz belőlük. Mind arról szólnak valahogy, hogy ezek a modern technológiai kütyük milyen veszélyesek. Bezzeg régen a régi eszközöket, azokat tudtuk használni, azok egyértelműek voltak, még ha valamit el is rontasz, nem lesz olyan nagy baj. Viszont ezek a modern kütyük, elég egy rossz lépés, elég egy rossz felelőtlen be-LSD-zett tini, és már is milyen hatalmas lesz a baj. Jaj, milyen veszélyes, leül a gyerek a számítógép elé, hát én nem is értem, egy lövöldöző őrült lett belőle, hát mit csináltunk rosszul? Jaj, az okostelefon, oda vette elé, aztán le se lehet cuppantani róla, jaj, mi lesz vele, jaj, mi van, ha valami rosszat lát? Ez a mentalitás az, ami tükröződik ezekben a sztorikban, meg a macska a mikróba esetében is. Ezek teljesen légből kapott sztorik, nem igazak, viszont egy nagyon is igaz és valós félelem van mögöttük, és ezért hajlandóak vagyunk meg sem kérdőjelezni ezt és elfogadni igazként. Akkor is, hogyha amúgy a mikrohullámú sütőtől való félelem már amúgy jóval alább hagyott, bár amúgy én még mindig ismerek olyan embereket, akik nem mennek a mikroajtó elé állni, mert megsüti őket, vagy hogy radioaktív lesz a kajájuk, ami amúgy ugyanekkora hülyeség, de mégis mindenkiben él ez a sztori, hogy ne rakd a macskát a mikróba. Ami amúgy oké, tényleg ne rakd, tehát hogy ez tényleg egy hülye ötlet, de épeszű ember amúgy se rakta volna, csak valaki egyszer félt attól, hogy mi van, ha valaki nem tudja és berakja, és ezzel akart valahogy érvelni a mikrohullámú sütők ellen, vagy a veszélyességük mellett. Mondom, szinte lehetetlen ma már megtalálni azt, hogy ki indította el ezeket a történeteket és milyen céllal. De szeretném azt gondolni, hogy aki először leírta ezt, nem azzal a szándékkal tette, hogy ezt igaz történetként eladja, hanem eleve egy fiktív történetként indult, ami arra figyelmeztetett, hogy az új technológiát nehéz használni, és hogyha a nagyinak veszel valami új kütyüt, akkor azt ne csak így bedobd a konyhájába, hanem ülj le vele, és magyarázd el neki, hogyan működik, mert ennyi idősen ez már nehéz. Szóval legyen valahol ez a tanulsága ennek a netlegendáknak, hogyha találkozol egy történettel, ami vicces, szórakoztató, figyelemfelkeltő, és valahol tartalmaz egy ilyen mélyen húzódó félelmedet, akkor inkább mindig nézz utána az olyan helyeken, mint mondjuk a Snopes vagy a Urban Legends blog magyarul, ahol a szerkesztők már megtették a munkát és utána jártak, hogy igaz-e a történet. És hogyha véletlenül nem igaz, akkor sem baj, nem a te hibád. Legalább megtudtad, hogy van valami félelmed, amit alátámasztott volna ez a sztori, és rájöhetsz arra, hogy igazából nem kell annyira félned a mikrohullámú sütőtől, vagy a technológiától, vagy mástól. Ti ismertétek ezeket a sztorikat? Ti is azt hittétek, hogy igazak? Írjatok meg nekünk kommentben, vagy beszélgessünk róla a Discord szerverünkön, ez linket találtok a leírásban. Ha pedig nem akartok lemaradni a podcastunk a Leadcast élő adásairól minden pénteken 3 és 4 között, akkor kövessétek a Lead Plus Twitch csatornát, ahol ezt nézhetitek, de ha lemaradtatok volna róla, akkor nyilván felkerül ide YouTube-ra az adás és Spotify-ra is, ahol szintén megtaláljátok Leadcast néven. Ha tetszett a videó, sokat segít nekünk, ha ezt egy lájkkal is jelzed, és ne felejts el feliratkozni a csatornánkra, hogy ne maradj le a további tartalmainkról sem. Várunk legközelebb is. A csatorna támogatója az Unibet.